Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ez a 35 perc, a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Kevesebb bűncselekmény, nagyobb nyomozati eredményesség, többek között ez derült ki a Vármegyei Rendőrség tavalyi évre vonatkozó értékeléséből. Hamarosan elveszünk a részletekben, mindenek előtt azonban mutatjuk a teljes kínálatot. Átlagos terméshozam, korán indult a cseresznye és a megy szezon. Szolgálunk és védünk, több bűnügyi statisztika javult a Vármegyében. Elismerés, Nyíregyházán tanít az év testnevelő tanára. A cseresznye és a megy szezon is a szokásosnál legalább két héttel hamarabb vette kezdetét az idén. A megtermelt mennyiségek tekintetében azonban nincs nagy eltérés az előző évekhez képest. Magyarországon mintegy 12.500 hektáron termelnek meggyet. A legjelentősebb termőterület változatlanul Észak-Kelet-Magyarország, élén Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyével. A hazai megytermés felét Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében termelik. A termés mennyiség egy jó évjáratban 70-75 ezer tonna lenne, az elmúlt években azonban rendre ennél kisebb volt a hozam. Az idei termés olyan 50-57 ezer tonna között várható, ami valamivel kevesebb lesz, mint a tavalyi évben. Magyarországon meggyet mintegy 12.500 hektáron termelünk. A termőterület egy olyan 3 évvel ezelőtt még 14 ezer hektár volt, és az azt megelőző 10-15 évben is ezen a 14 ezer hektáron stagnált, de az utóbbi pár évben csökkenést tapasztalunk a megy termőterületében is. A legjelentősebb termesztő körzet Észak-Kelet-Magyarország, élen Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyével. Itt található a hazai meggyültetvények mintegy fele, és a másik fele az ország összes többi része, de a legjelentősebb termesztő körzetek Pest és Bács-Kiskun vármegyék, illetve a Dunántúlon Somogy-Tolna térsége, de elszórtan meggyet gyakorlatilag minden vármegyében találunk néhány száz hektáros méretben. A termés mennyiség egy jó évben, ha lennének jó évjáratok, a 70-75 ezer tonna körül alakulhatna. Tavaly mindössze 57 ezer tonna meggyet takarítottunk be, tehát nem volt túlzottan jó évjárat, és erre az évre is azt prognosztizáljuk, így néhány nappal a meggyszezon kezdete után, hogy az 50 és az 57 ezer tonna között meg fog állni az idei meggytermés, tehát valamivel gyengébb termésre számítunk idén, mint tavaly, úgy, hogy egyébként a tavalyi sem volt különösen jó évjárat. Talán nem a tavaszi fagyok okoztak különösebb károkat idén a meggytermésben, hanem a virágzás időszakában tapasztalható meleg, száraz időjárás, ami miatt nem volt jó a termékenyülés, majd a virágzást követően jött egy másfél hetes hűvös borult időszak, ami pedig a kötődésre hatott rosszul. Ráadásul az utóbbi egy vagy két hétben most már a március-áprilisi-májusi asszály után megérkeztek az első jelentős csapadékok, különösen az észak-keleti ország részben, de azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag Bács-Kiskun, Pest vármegyékben, Dunántúlon is most már talán túlzottan is sok a csapadék, és ez már meglátszik a megy minőségén, az érdi bőtermű, aminek a betakarítása zajlik, már megmutatja magát repedési károkkal. A megy ára jelenleg jóval magasabb, mint az elmúlt években. Ennek nagyban befolyásoló tényezője, hogy Lengyelországban nagyon jelentős fagykárok voltak, melynek következtében az ottani termés fele kiesik. A meggyára jelen pillanatban jóval magasabban van, mint tavaly vagy tavaly előtt. Tavaly nagyjából 180 és 200 forint között alakult a feldolgozóiparba beszállított első osztályú konzervipari, hűtőipari alapanyag felvásárlási ára. Tavaly előtt a 220 forint magasságában, tehát az elmúlt két év átlagárát a feldolgozó iparba beszállított első osztályú megy vonatkozásában egy olyan 200 forintban fogadhatjuk el. Most valahol a 260 és a 320 forint között járnak az árak. Különös tekintettel arra, hogy Lengyelországban nagyon jelentős fagykárok vannak, gyakorlatilag a lengyel termés fele, ami majdnem csak két magyarországi termés kiesik. Az európai piacról is úgy látjuk, hogy a lengyelek most nagyon intenzív kereslettel jelen vannak a hazai piacon, és 300 forint körüli vagy fölötti árat tudnak fizetni a jó minőségű magyar meggyért. Cseresznyét 2600 hektáron termelünk Magyarországon. A cseresznye a legrosszabb termésbiztonságú gyümölcs, melyben nagy szerepe van a fagykároknak és annak, hogy a betakarítás előtti nem várt időjárási tényezők is befolyásolhatják a tényleges termés mennyiségét.
Az utóbbi pár évben gyakorlatilag 2020 óta volt több rossz évjáratunk, döntően a tavaszi fagykárok okoztak nagyon jelentős terméskieséseket 2020-ban és 2021-ben, vagy éppen a virágzáskori kedvezőtlen időjárási körülmények, még ha nem is a tavaszi fagy, de a kedvezőtlen körülmények tudnak jelentős kieséseket okozni cseresznyében. És mondhatjuk azt, hogy a cseresznye gyakorlatilag a legrosszabb termésbiztonságú gyümölcsünk. Már ott van az érett gyümölcs a fán, pár nap múlva lehetne szüretelni, de ha jön egy néhány napos csapadékos periódus, akkor a repedésre érzékeny fajták nagyon jelentős károkat tudnak elszenvedni közvetlenül a szüret előtt. Ez az, ami miatt a cseresznyének a termésbiztonsága kifejezetten rossz a legtöbb ültetvényben, mert még betakarítás előtt néhány nappal sem lehetünk nyugodtan, hogy be tudjuk takarítani a gyümölcsöt. Egyébként a legjelentősebb termesztő körzetek között van Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye, itt található a cseresznye ültetvény felett közel 20%-a, jelentős térség még Heves, illetve Pest megye, nagyjából ugyanúgy 20-20% körüli részarányjal, és a következő jelentősebb térség az Bács-Kiskunvár megye, nagyjából egy olyan 300 hektáros, tehát egy olyan 10-15%-os részarányjal. Az idei termés cseresznyéből a szezon elején kifejezetten jónak ígérkezett az előző évek átlagához viszonyítva, ami megfelel egy nem kiváló, de egy erős közepes termésnek. Értve alatt azt, hogy egy jó évjáratban 15-18 ezer tonna cseresznyét is tudnánk születelni, 2020-21-ben alig haladta meg az 5 ezer tonnát a cseresznye termésünk. Tavaly 11-12 ezer tonna magasságában volt a cseresznye termésünk, idén egy olyan 12-13 ezer tonnára vártuk a szezon előtt. Egy kilogramm cseresznye ára a május közepi szezon nyitányán 1000-1500 forint volt kilogrammonként, de a piac szervezetlensége okán a felvásárlási árak zuhanni kezdtek, mondta el a szakértő. Tovább javultak a bűnügyi adatok a Vármegyében a tavalyi évben. 2022-höz képest újabb, körülbelül 500-al kevesebb bűncselekményt regisztráltak, a nyomozások hatékonysága pedig a legtöbb területen növekedett. Vannak ugyanakkor egyre szövevényesebb területek, ilyen például az online világ. A részleteket dr. Farkas József dandártábornoktól, vármegyei rendőrfőkapitánytól hallhatjuk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Köszönjük szépen, hogy itt van nálunk a stúdióban. Hát akkor igazából adatmagyarázatra is hívtuk ide a stúdióba. A regisztrált bűncselekmények száma, ez a felvezetőben is elhangzott, 2022-höz képest csökkent 6%-kal. Mennyire elégedettek ezzel a csökkenéssel? Mit lehet erről tudni, elmondani? Én úgy gondolom, hogy soha nem egy évet kell kiragadni, mert ami csökkent, az lehet, hogy nőni fog, ami meg nőtt, az lehet, hogy csökkenni fog. De hogy tendenciában, távlatokban hol állunk, az már azért vezetői szempontból is irányadó és mutat valamit. Örömmel mondhatom, igen, valóban 6%-kal csökkent, egy bűvös 8000-es alá sikerült a rendőri eljárásokban csökkenni a megyében regisztrált bűncselekményeknél, és ennek az a nagy értéke, hogyha mondjuk 2010-zel összehasonlítjuk, amikor több mint 20000 volt, közel 21000 bűncselekmény, akkor egy 60%-os csökkenés van, és szinte minden kategóriában. Ez a munkatársaim érdeme is, és természetesen sok minden a társadalom fejlettsége, munkahelyek, az állampolgárok önvédelmi mechanizmusa, a védelem és az óvatosság, tehát sok minden kell hozzá. Gondolom azért végig gondolták még, hogy az elmúlt 10 évnek mi is lehet akkor az eredménye, vagy a hatékonysága, hogy tehát konkrétumok azért valószínűleg vannak. Miért ez a hatalmas nagy csökkenés akkor az elmúlt 10 évben? Nőtt a rendőrségnek is a hatékonysága. Én azt gondolom, hogy nagyon jó munkatársak, szakemberek vannak, akár a közterületi szolgálatban, az állomány képzettsége, felkészültsége is nőtt, de nyugodtan mondhatom, akik a felderítéssel, a bűnügyi munkával foglalkoznak. És nagyon sok olyan új programot indítottunk, ami épp a bűn és baleset megelőzés szolgálja. Hiszen legfontosabb, a legjobb az, hogyha meg sem történik egy bűncselekmény, az a legolcsóbb, maradjunk annyiba, inkább megelőzni. És ebben az állampolgárok jelentős része partner volt. Tehát ez egy nagy össznépi társasjáték, amiben természetesen mi vagyunk az ászlóshajó, és nekünk kell ebben alapvetően a közrendet, közbiztonságot garantálni. Hogyha bűnelkövetésről van szó, akkor mit emel neki, mi a legjellemzőbb bűnelkövetési forma? Hát az mindig is így volt. A vagyon elleni kategóriáról szól a lopások száma. Aztán azon belül persze vannak betöréses lopások, különböző minősítő körülmények, de az összes deliktum, az összes jogsértő cselekménynek ez azért vastagon adja
több mint 50, olykor 60%-át is. Gondolom azért a közterületen elkövetett bűncselekmények, azok leginkább, amik a városlakók, a megye lakók biztonságérzetét igazából meghatározzák. Itt milyen eredmények voltak az elmúlt időszakban? Döntő nyilvánvalóan a nyomozásoknak az eredményessége is, hiszen megyénk, amely nincs könnyű helyzetben, vármegyénk, azért több mint 77%-os nyomozás eredményességgel dolgozik. De való igaz, hogy az a bűncselekmény szám, amit mondtam, hogy 6%-kal csökkent az elmúlt évben, 2022-höz viszonyítva, hiszen a közgyűlés előtt is erről számoltam be. Egy másik nagyon fontos szegmens, amire szintén szólt a kérdés, az, hogy mennyire biztonságosak a közterületeink. Örömmel jelenthetem, mondhatom, hogy abban mintegy 12%-os csökkenés volt. Ezek azok, amit az emberek látnak, tapasztalnak. Az elmúlt évhez képest? A 22-höz képest, 23-ban is 12%-kal csökkent. Tehát az összes bűncselekmény az 6%-kal, és azon belül a közterületi bűncselekmények 12-vel. Tehát nagyon fontos az, hogy az emberek mennyire érzik magukat biztonságban, mennyire engedhetik el a gyereket, hogy hazamehet-e. Ami nem azt jelenti, hogy nem történt, de azok a durva, garázda jellegű cselekmények elvétve fordulnak elő. És ha elő is fordulnak, akkor a bűn nem marad büntetlenül, munkatársaimmal mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezt felderítsük. Persze ehhez is sok minden kell. Kell az a városvezetésnek a koncepciója, hogy a térfigyelő kamerák, amik segítik nyilvánvalóan később, hogy van mihez nyúlni. De ettől függetlenül a klasszikus nyomozati munka az elengedhetetlen. Azt mondta, úgy fogalmazott, hogy nincs könnyű helyzetben megyénk. Miért fogalmazott így? Hát azért természetesen akkor, amikor egy megyének a bűnügyi fertőzöttségét és terhelését nézzük, akkor sok minden tényezőt figyelembe kell venni. Először is szeretném elmondani, hogy megyénk korábban ugye mindig megnézik a 100 000 lakosra jutó bűncselekmények számát. Hát mindig is a sötét tartományban volt, ha színekkel jelölik a térképen. Örömmel mondhatom, hogy 2023-ban a korábbi 8. helyről, ami 23 előtt volt, 2023-ban a 13. helyre kerültünk. És aki tudja azt, hogy persze vármegyénk is fejlődik, munkahelyek és sok minden más, turizmus, idegenforgalom, de azért ott nézni kell a lakosság összetételét, meg úgy sok mindent hozzá. És ez a focipálynak nem a könnyebbik oldala. Három határ határolja a vármegyénket. Ez is bekerül, hogyha a határon követnek el bűncselekményeket, akkor ez is bekerül a statisztikába? Igen, három határ az, amelyik határolja a vármegyénket. Összesen mintegy 245 kilométer. Ebből egy 5-6 kilométer devizi határ Szlovákiával, 137 kilométer durván az ukrán határszakasz. Nem véletlenül most a legfrekventáltabb is, és durván 102 kilométer a román határszakasz. Persze, hogy befolyásolja. Hiszen azok a megyék, ahol például nincsen határszakasz, vagy már Schengen belső határszakasz van, egészen másként szembesülnek a bűncselekményekkel. Nálunk a határon történt jogsértések, legyenek okirathamisítások, vagy bármilyen gépjárműveknél egyedülazonosító jellel kapcsolatos visszaélések, és sok minden más. Migrációhoz kötődő embercsempészet, az mind-mind jelentkezik ebben, tehát ez a szám, ez azért is nagyon kedvező, mert ez nekünk egy pufferként jelentkezik, amit persze meg kell oldani. A regisztrált bűncselekmények számáról, hogyha beszélünk, akkor a bejelentésekről is beszélnünk kell, hogy mennyire hajlandó a lakosság bejelenteni, hogyha valamilyen bűnelkövetés részese volt. Nagyon fontos az is, hogy csökkenjen a regisztrált bűncselekmények száma. De az is nagyon fontos, hogy a bajba jutott emberek valóban, hogyha sérelmükre bűncselekmény, jogsértés, akár szabálysértés, lopás történik, az jelentségbe. Én attól nem leszek boldog, hogyha majd idén vagy jövőre még tovább csökken, de valójában az emberek már be se jelentik, mert nem fordulnak a rendőrhöz, nincs bizalom, vagy azt mondják, hogy úgyse fogják meg a tettest. Nem, ne felejtsük el, be kell jelenteni, mert ha nem jelenti be a jogsértést, talán mert csak egy tyúkját vitték el, vagy bicikliét. Az az elkövető olyankor magabiztos, és azt gondolja, ebből se lesz semmi, akkor talán a másikból sem. Nem biztos, hogy megfogjuk egyből. Tréfásan úgy szoktam mondani, de van benne szakmai tartalom is, hogy egy sorozat, ne? Szóval baj, ha megindul, mert ott sértettek vannak. De utána már megnáljon, mert minél tovább tart, annál nagyobb esélyünk van, hogy megakasszuk, és megfogjuk az elkövetőt. És ebben azért jók vagyunk. Ehhez akkor hozzá tartozik bejelentés, a bűnelkövetés eredményessége. Mit tud elmondani a 2023-as évvel kapcsolatban? Igen, hát ez hozzátartozik a nyomozás eredményessége, amire mondtam, és 77,7% volt. Én azt gondolom, ebben a régióban ez a 80% közeli, volt, amikor 82 voltunk, volt, amikor 75, de ez a nyomozás eredményesség, ez nagyon jó. És fölöttébb úgy jó, hogyha az országos átlagot nézzük, országos,
Vannak kedvezőbb megyék, vannak talán rosszabbak is, de 6,9%-kal fölötte vagyunk az országos átlagnak. És mint ahogy mondtam, a focipálya nem könnyebbik oldalán vagyunk. Tehát ez azt jelenti, hogy 10 bejelentésből 8-at 8-at eredményesen tudunk befejezni nyomozással, ez azt jelenti, hogy vagy kizárjuk, hogy történt bűncselekményen, van ilyen is, vagy nyilvánvalóan továbbítjuk az ügyészség felé valamilyen szempontból, és az ügyészség majd vádat emel, vagy különböző intézkedéseket, vagy valamit tesz az üggyel. Tud mondani néhány olyan esetet, bűncselekményt, amit kiemelt volt az önök szempontjából 2023-ban, és hát büszkeséggel töltötték el, hogy be tudták fejezni, le tudták zárni. Hát büszkeséggel csak részben tölt el, mert ha meg tudtuk volna előzni, akkor az nagyobb büszkeség lett volna. Ha már elkövették a bűncselekményt, akkor az a dolgunk a szakma szabály szerint tisztességgel megtegyünk mindent. Sajnos nem tudunk minden elkövetőt megfogni. Jó lenne egy jós vagy valamilyen jövőbe látó, vagy múltba látó, talán itt inkább múltba látó, de ilyen nincsen. Azonban azért egy-két olyan bűncselekmény volt, ami azt gondolom, hogy szép munka volt végül is a felderítési része. Még akkor is, hogyha esetleg markáns cselekményről van szó. Tavaly például nyáron 20 kiló mennyiséget meghaladó kábítószert és ilyen új pszichoaktív anyagot foglaltunk le, itt Nyíregyházán, egy kéki lakostól, aki ezt értékesítette, ezzel kereskedett. Tehát ez nem kis pályás volt. Azért 20 kiló maradjunk annyiba, hogy igen, igen jelentős mennyiség, több millió forint készpénzt. És a munkatársaimnak mindig azt mondom, hogy természetesen fontos a tetteni és a lefoglalás, de az a legfontosabb, hogy a bűnös vagyont megpróbáljuk elvonni, elszerezni, illetve visszaszerezni, és a sértett oldala is, bár kábítószernél ugye kvázi az állam is másként jelentkezik. De aztán volt egy, ami szóba került a közgyűlésen is, azért ne felejtsük el azok a tragikus encsencsi események, ahol sajnos egy picit utána kullogtunk a dolognak, ahol durva emberölés volt, testi sértés, talán hamarabb észrevehettük volna. A rendőri munka arról is szól, hogy lássuk, hogy talán legközelebb mi az, amiben az első jeleket észre kell vennünk, ahol még talán csak a közbiztonság megbomlani látszik. Itt, Encsencsi ügyben gyakorlatilag fél év alatt nőtte ki magát az elkövető egy címeres gazemberré. Eredményesen fejeztük be, de tragédia lett a vége, és ez így nem jó. Az imént említette a kábítószerrel való visszaélést, akkor beszéljünk is erről, hogy itt mi mondható el az előző évhez képest, 22-höz képest. Főként az új pszichoaktív anyagoknak az elterjedése az, ami aggasztó, is oda kell figyelni. Hát nyilvánvalóan az olcsóságuk, a könnyű beszerezhetőség. Nagyon sokszor ezt Budapestről szállítják le, vagy akár megrendelik, futárszolgálat, Kína, meg sok egyéb más országokból, hogy ne melyek képességgel, de elsősorban inkább a fogyasztás az, amelyik itt jellemző, a terjesztés kevésbé. Terjesztőket mindig elkaszálunk, így szoktam mondani, előbb-utóbb ugye a korsó is addig jár a kútra, főleg amikor már nagyon mohó, és az jó, előbb-utóbb jelzést kapunk, vagy a fogyasztói oldalról, vagy a lakókörzetből, vagy mi észleljük, mert azért van titkos információgyűjtő tevékenység is, tehát nem csak nyílt nyomozásokkal, és mindenki azt hiszi, csak telefonlehallgatás. Ugyan már, ezen már régen túl vagyunk. De mindig vannak új próbálkozók, azért, mert nagyon nagy pénz van benne. Ezúton üzenem a mostani, meg az új belépőknek, csak időkérdés, amikor megyünk értük. Hát ez sem egy egyszerű történet, ez is eléggé szövevényes, de van egy másik szövevényes terület, amiről a felvezetőben már beszéltünk, ez pedig az online bűnelkövetések. Itt milyen eredményeket sikerült elérni 2023-ban, hiszen hát a bűnelkövetések száma, a szervezet, az, ha jól tudom, már majdhogy nem átterelődött az online térbe. Igen. Ez 2022-ben jelent meg igazán, 23-ban csúcsdömping, főleg a nyáron, mint ahogy előzetesen is beszéltünk róla, nagyon nagy számban, és olyan adataink alapján külföldről üzemeltetett, működtetett call centerek, akik nem csak magyarokat, de döntően magyarokat kerestek meg, és vettek rá, hogy bankból vannak, azonnal akarnak a számlájához nyúlni, ő csak segíteni akar, az időkényszer hatására próbálták ugye nyomás alatt tartani az állampolgárt, és így megadta nagyon óvatlanul a különböző banki adatait, bankkártya, CVR kód és egyéb mást, és nagyon nagy károk voltak benne. Tehát ha szabad úgy mondanom, valaki megúszta néhány százezerrel. Persze relatíve kinek százezer, sok vagy kevés, vagy néhány száz, de itt azért több tízmilliós tételekről is, vagy még nagyobb összegekről volt szó, milliárdos, sok milliárdos csalás
sok azok, amelyek ezt kikövezték. Tavaly volt a dömping, folyamatos felderítő munka, és nem csak mi vármegyénk, az egész ország, sőt Budapest a Nemzeti Nyomozóiroda, ilyenkor közösen megosztjuk az információkat és dolgozunk, és például a kedves tévénézők láthatták néhány héttel ezelőtt, hogy a magyar rendőrség az ukrán rendőri szervekkel karöltve kint Ukrajnába két ilyen call centert számolt fel, sok-sok elkövetővel, és örömteli, hogy az ilyen bűncselekmények száma visszazuhant jelentősen, szinte elhanyagolható, de van. És továbbra is kérem a nézőket, a társadalmunkat, hogy azok a bizonyos önvédelmi mechanizmusok, a reflexek működjenek. A bank kéri az én adataimat, ha neki kell tudni. Milyen korosztály volt a leginkább? Ó, mindenki azt hitte először, hogy 60, 70, meg idősek. Mm-mm. Ott nyugodtan 20 évesek is, 45 éveseket is, és még iskolához se kötött. Hát volt rá példa, amikor több diplomás embert középkorút fölhívtak, hogy egyik bankból vannak, és ő közölte, nem is ott van a számlám. Adom a kollégát, amikor elmondta, hogy melyik bankból. És 5 millió forint így ment el, mint a füst. Már nem sok időnk van, pár perc, közlekedésbiztonságról még nem beszéltünk. Itt mi a helyzet? A Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye. Nyíregyháza vonatkozásában szerintem a kedves tévénézők is látják, mégiscsak megye székhely, forgalom ide koncentrálódik. Persze nem, mintha nem foglalkoznánk a többivel, de azért itt ha rend van a megye székhelyen, akkor általában rend van. És a nyíregyházi rendőrkapitányság, a főkapitányság forgalomvezető osztályával együttműködve nagyon sok akciót hajtott végre. Drón a levegőben, azt kell nézni, nem azt kell nézni a táblákat, útburkolati jeleket, vagy a rendőri karjelzéseket. Igazából nem volt sikeres az elmúlt év közlekedési adat szempontjából. A személyisérülési balesetek száma stagnált. Tehát az, hogy most 5-10-el kevesebb vagy több, egyébként kevesebb volt, az nem szoroz. De az, hogy vármegyénk útjain 23 balesetben 25-en haltak meg, őket már senki nem hozza vissza. És ez pontosan 4-jel több, mint 22-ben, és pontosan 25-tel több, mint aminek lenni kellene. Van valamilyen koncepció arra, hogy a jövőben ezt hogyan lehet megfékezni, tendenciát megállítani? Talán több akciót már nem is tudunk szervezni. Persze lehet mindig, de a közlekedés is az egy nagy társasjáték. Ha ebben nincsenek benne, és nem partnerek a közlekedők, akkor nagyon nehéz a helyzet, mert hogy mindenkit hazavárnak. Amit lehet, mi megteszünk. De sokan túlértékelik vagy a vezetési tudásukat, vagy az alattuk lévő technikának a teljesítő képességét. És rá is motor, persze, elektromos roller. Motor, elektromos roller, oly sok minden. Mindenkire számítunk ebben a nagy kampányban. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönöm a lehetőséget. Sira Krisztinát, a nyíregyházi Bem József általános iskola pedagógusát választották az év testnevelő tanárának. Sira Krisztinát diákjai és a szülők nevezték a Magyar Diáksport Szövetség országos versenyére, amely közönségszavazással dőlt el. A díjazott pedagógus az általa tartott testnevelés órán stábunk jelenlétében értesült a győzelemről. Látjátok, hogy lesz szöndelés, lesz kapuralövés, lesz labdával, focilabdával cicázás. A tanév egyik utolsó testnevelés órájának feladatait magyarázta osztályának Sira Krisztina a nyíregyházi Bem József általános iskolában. A gyerekek bemelegítésként kreatív fogócskával kezdték meg a testmozgást, nem sokkal később azonban félbeszakadt a foglalkozás. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Krisztina néni, ahogy a gyerekek hívják, meghatottan fogadta a hírt. Ő lett az év testnevelő tanára a 200 fő feletti iskolák kategóriájában. A Magyar Diáksport Szövetség versenyére maguk a gyerekek és szüleik nevezték a tanárt, akit kétforduló szavazással választottak meg. Egy olyan álmom vált valóra, amit nem is gondoltam volna. Tehát még hihetetlen, felfoghatatlan, de ez egy hatalmas elismerés egy pedagógus számára, úgy gondolom. A díj ezúttal nem kifejezetten szakmai, hanem népszerűségi jellegű volt, hiszen a közönség döntött. Ez tehát azt bizonyítja, hogy Krisztina kivívta a diákok, a szülők és a kollégák együttes elismerését. El kellett fogadniuk engem testnevelés órán, szeretniük kellett, és a legfontosabb dolog az, hogy szeretni kell nekik azt, amit én csinálok velük testnevelés órán, és számomra ez a legfontosabb, hogy szeressenek jönni, öltözzenek le, jól érezzék magukat,
és lássam az örömöt az arcukon, amikor kimennek testnevelés óráról, hogy ez milyen jó volt. Az év tesi tanára díjat három kategóriában hirdette meg a Magyar Diák Sportszövetség. A verseny tulajdonképpen, ugye, ahogy a nevében is benne, egy országos szavazás volt, három kategóriában lehetett szavazni a testnevelőkre, 30 év alatti fiatal testnevelő kategóriában 200 fő alatti és 200 fő feletti gyereklétszámmal rendelkező iskolák, tehát kisiskolák és nagyiskolák kategóriában lehetett szavazni. Először ez a szavazás megyénként ment le, és a megyei győztesekből kerültek ki azok, akikre az országos szavazáson le lehetett adni a szavazatot, és hát nagyon úgy néz ki, hogy a Sira Tiszta tanárnő lett itt a 200 fő feletti iskolák tekintetében az országos győztes, ezúton is gratulálok neki, és az iskolának is, hogy ilyen kiváló kollégákat foglalkoztat. A BEM József Általános Iskola egyébként igazi sportos intézmény. A diákok az utóbbi évtizedekben rendre halmozzák az érmeket a diákolimpiai versenyeken. A mi iskolánkban mindig is nagyon fontos volt a sport és a mozgás megszerettetése, és azt gondolom, hogy Krisztina ebben nagyon-nagyon ügyesen tudja a gyerekeket bele nevelni, a sport szeretetét, a mozgást, az egészséges életmódra való ösztönzést, és ezt tartjuk a legfontosabbnak, hogy a gyerekek szeressenek mozogni, találják meg a maguknak megfelelő mozgásformát, és ehhez nyilván kell olyan jó testnevelők, akik a mi iskolánkban is vannak, akik képesek erre. Ahogyan az látszik, a gyermekek rengeteg eszközzel dolgoznak Krisztina testnevelés óráin. A tanár nagyon nagy hangsúlyt fektet a mozgás koordináció fejlesztésére, a változatosságra és a játékosságra. Nagy szerencsénk van, hogy ilyen nagy tornacsarnokunk van, és rengeteg felszerelésünk. Átlagosan kell elképzelni, bejövünk, elmondom mindig a feladatokat, hogy mi várható, vagy fogójátékkal, kicsiknél rendszeresen fogójátékkal, több fogójátékkal melegítek be, hogy ráhangoljam őket az órára. Nagyoknál van bemelegítő futás, gimnasztika vagy futóiskola, de ez is a kicsiknél teljesen játékosan, és az új anyagok megtanításánál is megpróbálom ezeket az új eszközöket úgy elővenni, rávezető gyakorlatoknál, hogy ne féljenek, merjék csinálni, és amikor már oda kerül, hogy meg kell csinálni kisegítő eszközök nélkül, akkor bátran meg tudják csinálni. Mindig figyelek arra, hogy értékeljem őket, dicsérjem, akik gyengébb képességűek is. Nagyon sokat számít testnevelés órán, és talán ez motiválja őket a legjobban, ha dicséretet, pozitív megerősítést kapnak, hogy jó az, amit ők csinálnak, és mindig megpróbálok játékkal befejezni, hogy örömmel és vidáman menjenek ki a testnevelés órákat. Tehát nagy átlagban így tervezem az óráimat. Van olyan, hogy megtervezem, de lejönnek, látom, hogy nagyon fáradtak, nem fogékonyak például egy új anyag, vagy egy erősítésre, vagy egy olyan testnevelés órára, ahol nagyon oda kell figyelni a gyakorlatok megtanulására, akkor át szoktam tervezni az óráimat, és sok olyan játékos feladatot teszek bele, ami anélkül is fejleszti a mozgás koordinációjukat, állóképességüket, tehát erre is nagyon oda kell figyelni, mert lehet, hogy így egy nagyon jó hangulatú óra lesz, ha meg erőltetem azt, amit én beterveztem, akkor nem biztos, hogy elérem ugyanazt az eredményt, mint így. És akkor majd megtartom következő órán. Tehát nekem vannak ilyen dolgaim, hogy fontos számomra, hogy hogyan jönnek le órákról a gyerekek az is. A másik két kategória országos győzteseit hétfőn és kedden lepték meg. A 200 fő vagy az alatti iskolákban tanító legjobb testnevelő Hegedűs Ferenc, a Békési dr. I. és Sándor óvoda általános iskola, szakiskola, készségfejlesztő iskola és kollégium tanára lett. Az év fiatal tesi tanára pedig Cebei Ádám, a kaposvári Kodály Zoltán központi általános iskola Berzsenyi Dániel tagiskolájának pedagógusa lett. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb új műsorra, a jövő hét hétfőn várjuk majd Önöket. Én kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!